Befejeződött a díszburkolat javítása a belvárosban, a baleset veszélyes töredezett térköveket cserélték, a hiányzók helyére pedig újak kerültek. A beruházás első részeként a villanyrendőrnél lévő buszmegálló veszélyes burkolatát cserélték ki. A munka idén tavasz elejére elkészült. Ezt követően a felújítások tovább folytatódtak. A Kazinci és Dérini utcákban, a Kandia közben, a Szimba teraszon és a Hősök terén is zajlottak munkálatok. Mintegy 7000 négyzetméter területen több mint 300 négyzetméter burkolatot cseréltek ki, bruttó 7,5 millió forintból. Heteken át dolgoztak a munkagépek a belvárosban. A díszburkolat javítása még tavaly év végén kezdődött. Első körben a villanyrendőri buszmegállóban cserélték ki a balesetveszélyes térköveket, a beruházás idén tavasz elejére készült el. Mivel a fejlesztés jól sikerült, a munka tovább folytatódott az egész belvárosban. A szakemberek a Kazinci és Dérini utcákban, a Kandia közben, a Szimba teraszon és a Hősök terén is dolgoztak. Mostanra pedig a felújítás ezeken a területeken is befejeződött. Ebben számomra a legfontosabb szükséget a balesetveszély elhárítása jelentette, és rögtön ezt követően ott volt a másik szempont, a városkép. A belvároshoz méltatlan városkép helyreállítása. Mintegy 7000 négyzetméternyi területen több mint 300 négyzetméternyi burkolat cseréje valósult meg a belvárosban. Annak ellenére, hogy 310 négyzetméterről beszélünk, ez egy bruttó 7,5 millió forintos munka volt. Nyilván ennek a fedezetét legnagyobb részében a képviselői alapomból tudtam előteremteni. A munka pedig a tervek szerint a jövőben is folytatódik. Az elhasználódott balesetveszélyessé vált burkolatot folyamatosan cserélik majd. Ezek a kövek kezdenek elérni, kezdi őket megenni a kor, az idő, a hideg, a meleg, és egyre valószínűbb az, hogy ezt a munkát minden évben el kell végeznünk. Nyilván kisebb volumenben, hiszen most egy 5-10 éves adósságot fizettünk meg most a városnak, egyben, jövőre remélem, hogy csak kevesebb helyen kell javítani majd a burkolatot, de folyamatosan foglalkoznunk kell ezzel. Szopko Tibor elmondta, a fejlesztés megvalósítása óta jobb a helyzet. A baleset veszély megszűnt, és a belváros összképe is sokkal méltóbb most már egy európai nagyvároshoz.